Ha pihenésről és utazásról van szó, legtöbben a nyaralásra asszociálnak. Sokan vannak azonban, akik kikapcsolódás céljából télen is elhagyják az országot, és kihasználva az évszak adottságait síelni mennek. Noha a síelés költségei folyamatosan emelkednek, a magyarok mégis évről évre többen utaznak külföldre ebből a célból. Az utóbbi időszak adatai azt mutatják, az árkülönbségek a közép- és a nyugat-európai országok sí lehetőségei között csökkennek. A legnépszerűbb úti célok azonban továbbra is a közeli országok. Nem nagyon változnak a trendek, hiszen a magyarok nagyon-nagyon szeretik Ausztriát, vagy akár a szomszédos Szlovákiát és a Lengyelországot, és úgy gondolom, hogy még most is ezek viszik a prímet. Nyilván nagyon sokan vannak, akik el tudnak utazni Franciaországba, hiszen ott a legjobbak a sípályák, ugye a leghosszabb, legösszetettebb pályák vannak, de azért valljuk be őszintén, hogy a legnagyobb többség az inkább ilyen párnapos utazása inkább a közeli országokba megy. Évente több százezer magyar választja a külföldi sípályákat, sokan azonban még mindig biztosítás nélkül indulnak útnak. Pedig érdemes felkeresni valamelyik társaságot, napi pár száz forintért ugyanis már lehet olyan biztosítást kötni, ami teljes védelmet kínál, ha baj történne. Anélkül viszont egy rossz mozdulat esetén, vagy egy hegyi mentés miatt mélyen a zsebünkbe kell nyúlni. Ha történik egy baleset, egy bukás, onnantól kezdve nagyon sok esetben csak a légimentéssel lehet lehozni, és egy helikopter felszállás az több mint 1 millió forint általában. Miért kell biztosítás? Pontosan azért, mert az emberek elsősorban pihenni, szórakozni, kikapcsolódni mennek síelni. És egy ilyen esetben azért ez az örömmel válhat. És ezért kell a baleset, és főleg azt megnézni, hogy milyen baleset biztosítás, hova megyünk. Hiszen ez egy speciális és ez veszélyes üzemmód. Ezért mindenféleképpen forduljunk szakemberhez, és még aki meg fogja nézni az adott országnak az egyedi sajátosságait. Cidor Mihály hozzátette, még mindig sokan tévhitben vannak azzal kapcsolatban, hogy külföldi utazás esetén elegendő lehet az európai egészségbiztosítási kártya használata. Súlyosabb baleset esetén ugyanis a mentőegység a legközelebbi kórházba szállítja a sérültet, amely jó eséllyel lehet magánkórház. Az EU kártya azonban csak állami kórház esetében biztosítja az ingyenes ellátást a külföldi országokban.